A közönség, emlékeznek még a gyerekkori zsíros kenyerekre? Maguk nem is éltek még akkor. McDonald's, hol volt még? Most már óriás kígyó állkapocs, ilyen emeletesek vannak, már ki kell, hogy alsó állkapocs, majd megfulladnak. Nekünk legfeljebb csak az a jó ikrás zsíros kenyér volt, nagyanyánk hozta, igazi nagy malomkerék, otthon sütött kenyér. Legfeljebb állványra kellett tenni, és úgy ettük. De nekem volt egy másik kedvencem, ami elkísér egy életen. Hát ugye József Attila is megírta, hogy én is szegény gyerek voltam, de szeretnék gazdag lenni, egyszer liba sültetem. Aztán később pótoltam, de azóta is nagy szerelmese vagyok a hízott libának. Olyannyira, hogy írtam róla egy számot, meg is hívtak nemrég egy ilyen úgynevezett liba fesztiválra, és ezt most önöknek is előadom, mert önök is, mi libás nemzet is vagyunk, nem csak lovas nemzet, ugye? Hát Ludas Matyi párját ritkító nemzeti hős, hát mit akar itt a Robin Hood? Az a pipika, hogy háromszor visszavert azt a pömpet egy nagy bőrögére, de hát nem az a valami. Észre, többet észre, mint egy őben. Úgyhogy egy ágyból kérek szép kis ezt a megjelenik. Mindenem a hízott liba, de a sovány az sem liba. Az a fontos, hogy sok legyen, de kukoricát bőven egyen. Isten még sok csodát.